Köszöntöm kedves nézőinket, önök az Ismerős című műsorunkat látják, ezúttal a Pécsi Nemzeti Színházban beszélgetünk Gulyás Dénessel, a színház zeneigazgatójával. Azon apropóval, hogy nemrég kapott Kossuth díjat, üdvözlöm Dénes, és gratulálok a díjhoz. Én is önöket és a nézőket is szeretettel üdvözlöm. Hát kezdjük onnan, ahogy általában szoktuk, hogy hogyan jutottunk idáig a Kossuth díjig, vagy hogyan jutott ön el idáig, ehhez az elismeréshez is. Hát ugye először az érdekel, hogy egy lakatos ipari technikumból hogyan kerül az ember a Zeneakadémiára. Hát úgyhogy közel van az iskola, a két iskola egymáshoz, tréfát félretéve. Hát ez az egész 45 év munka. Után jön egy ilyen kitüntetés, ami hát rendkívül megtisztelő. Én azt hiszem, hogy mindenkinek, akit kitüntetnek, vagy elismerik a tényleg a több évtizedes munkáját adnak, az jól esik, így vagyok ezzel én is. Hát, hogy kerültem onnan oda, az iskola, ahol én tanultam, nem tartoztam a legjobb diákok közé, és hát gimnáziumban nem tudtam menni, ezért általános iskola után szakmát kellett, hogy tanuljak, hogy ne otthon lődörögjek, hanem valami értelmes dolgot is csináljak, de hát aztán egészen korán tulajdonképpen a zeneihez való affinitásom vagy érdeklődésem az már kölyök koromban kiderült. Csak az ilyen nem túl díszes osztályzatok miatt aztán szakmát kellett először tanulnom, és utána pedig rögtön esti iskolán érettségiztem és felvételiztem a Zeneakadémiára. Tehát egyszerűen csak tényleg azért volt ez a kis közjáték, vagy nem tudom minek nevezzem, egy kezd az életnek a kezdeti fontos lépése, hogy az embernek feladata van, dolga van, amit el kell végezni, meg kell tanulni, meg kell csinálni. Ez egy nagyon jó iskola volt, nem vált kárára azután következő 45 évnek egész biztosan. Hát az opera iránti szeretet az megvolt mindig, hogyne, is, vagy az mikor? Hát gyerekkoromban már tudom, komoly zenével, amikor először találkoztam is az operával, azzal, hogy valaki énekel szép hangon, az már gyerekkoromban fejbe vágott, az én nagyapámnak egészen csodálatos hangja volt, és egész fiatalon, már 20 évesen, 19 évesen már énekelt, tehát komoly szerepeket énekelt. A Gyöngyösi Katolikus Legény egylet rendezésében a 20-as években. Itt is van az egyik plakátja az irodám falán, ott lók, hogy a nagyapám mégiscsak színházba került, ha plakáton is, élőben soha, vagy csak amatőr volt mindig, de egy csodálatos hangiadottságú ember volt. Hát én már gyerekkoromban találkoztam azzal, hogy ottan énekelt, meg a szüleim komoly zenét, lemezeket vásároltak, amin komoly zenét, operát lehetett hallgatni, úgyhogy én 8-10 éves koromban már szembesültem azzal, hogy mi az, hogy Zsermonária Traviátában, vagy mi az, hogy Virágária Carmenben, vagy Csajkovszki bémol zongora versenye, és ez úgy mindig ott volt az életemben, és amikor úgy kinőttem, elég korán kezdtem el kamaszodni, meg az ilyen beatzene, rockzene, popzene időszak, ami minden fiatalnak van, aztán abból úgy kinőttem, és teljes erővel fordultam a komoly zene, meg az éneklés felé. A pályáján ezen a 45 év alatt mik voltak azok, vagy kik voltak azok a kardinális emberek, személyek, akiket megemlítene, vagy hát akik nélkül, igen, akik nélkül az ember úgy érzi 45 év után, hogy nem lett volna az, ami aztán lehetett. Volt néhány ilyen meghatározó személyiség az életemben, az elsősorban az a hölgy, aki aztán először zeneakadémiai évfolyamtársa volt, később a feleségem lett, Garam Zsuzsának hívták. Azért mondom, hogy hívták, mert sajnos csak múlt időben beszélhetünk már róla. Egy zseniális adottságú zongorista volt, és korrepetitorként dolgozott az operaházban, illetve együtt végeztük a Zeneakadémiát, és tulajdonképpen az a vokális zeneirodalom jó részét vele tanultam, blattolgattuk a darabokat, vele ismertem meg olyan zeneműveket, amik elengedhetetlenek igazán a pálya magas szinten való műveléséhez. Ő volt, aki nagyon sokat alakított rajtam, aztán olyan karmesterek, akikkel rengeteget dolgoztam, Ferencsik János például hosszú, az élete utolsó 15 évében tulajdonképpen rengeteget dolgoztunk. Olyan rendezők, mint
Francesca Maria Siciliani, vagy August Everding, olyan karmesterek még, mint Yehudi Menuhin, nagyszerű kollégák, mint Marti Talvela, Luciano Pavarotti, akit mind ugye nagyon jól ismertem. Tehát ezeket a neveket nagyon hosszan sorolhatnám, úgyhogy mindig úgy érzem, hogy ezt a pályát így csinálni 40-45 évig, ez tulajdonképpen ez maga a díj, és maga a többet ér, mint 5 Kossuth díj, az, hogy az ember ezzel foglalkozhatott, olyan zenékkel foglalkozhatott, amit Mozart komponált, amit Verdi, amit Bach, és ilyen géniusz kollégákkal dolgozhatott. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb adomány, amit ember a teremtőtől kaphat. Tehát egy csodálatos dolog az, hogy kollégája lehet az ember Mozartnak, és Verdinek, és Puccininek. Ez jó dolog. Ugye az egyik legismertebb énekest már említette is, hogy a Pavarotti. Vele milyen volt a kapcsolata, vagy hogyan ismerték egymást? Igen, vele nagyon szoros kapcsolatom volt, több volt, mint kollega, hiszen mint kollega a színpadon mi nem találkoztunk, egy-két esetet kivéve, mert ugye ugyanazt a fachot énekeltük mindketten, tehát abban a tenor szerepkörben dolgoztunk mindketten. Olyan előfordult, hogy a New Yorkban, a Metropolitanben volt 20 előadás Bohém Élet, és a szereposztás úgy nézett ki, hogy ő énekelt 10-et, én énekeltem 7-et, és ő egy harmadik tenor volt, aki mindkettőnket biztosított, ő meg 3-at. És akkor én a Luciánóval nagyon sokat beszélgettem, és vacsoráztunk, ebédeltünk együtt, meg New Yorkban sokat voltunk együtt, és olyan dolgokról beszélgettünk, ami nekem megrázó élmény volt, mert az embernek, amikor elmegy így a világ végére, és hosszú hónapokat ott tölt munkával, és fegyelemmel, és odafigyeléssel dolgozik, akkor bizonyos kétségei föltámadnak önmagával kapcsolatban, a pályával kapcsolatban, a nehézségekkel kapcsolatban. És amikor ebéd közben erről beszélgettem vele, akkor ugyanezt mondta, hogy neki ugyanilyen gondjai voltak, ugyanilyen félelmei, mondjuk ki nyugodtan, ugyanilyen aggodalmai sokszor az előadásokkal kapcsolatban, nehézségei. És az egy csodás felismerés volt, hogy egy ilyen kaliberi művésznek is, mint ő, hasonló problémái vannak, mint nekem, aki hát nem léphettem soha a lába nyomában, csak hát sikerült a versenyét megnyernem, meg engem úgy fölkarolt, meg volt, amit ő már nem énekelt el Houstonba, például Rigolettot, és azt mondta, hogy én ezt már nem akarom énekelni, hogy Dénes énekeld el te, és akkor nem 10 előadásra Houstonba. Ebben jó volt, tehát hozzá jóval közelebb voltam, mint nagyon sok más kollégához, akivel esetleg előadásokat énekeltünk, és találkoztunk 3-4-szer. Vele egy folyamatosabb kapcsolat volt, telefonon sokat beszélgettünk, meg így a szakmai szempontból is közelebb kerültünk egymáshoz. Későbbiekben, vagy mikor van az ember pályafutásában, amikor azt mondja, hogy hát az aktív éneklést most már talán kicsit hanyagoljuk, vagy szüneteltetjük, átadjuk a fiataloknak a pályát, és inkább más dolgokkal, vagy a másik oldaláról közelítünk a színházhoz. Én szerintem ez nem is, az én esetemre ez nem úgy jött el, hogy még egy kicsit azért énekellek, még egy kicsit, jaj, meg a 25. búcsú koncert, meg, hanem én gyakorlatilag most idén januártól befejeztem az éneklést, tehát nem éneklek, 45 év elég volt, nagyon tulajdonképpen szomorú aktualitása is van az éneklésnek. Egy nagyon kedves, drága apai barátom, engesztelő Szent Misé, én énekeltem utoljára, és azt gondolom, hogy nem tudok ebben már többet nyújtani, tehát úgy érzem, hogy még elénekelhetnék egy-két szerepet, de azzal nem hiszem, hogy én most nagyobb vagy kisebb művész leszek, ha eléneklem. Itt a színházban viszont úgy érzem, hogy többet tudok tenni egy generációért, a műfajért, azért, hogy a pécsi közönség megismerjen olyan darabokat, amiket eddig itt nem látott Pécset, hogy egy kicsit kinyissuk a kaput több irányba, a komoly zene kapuját a pécsi közönség felett, hogy növendékeimet hozhatom ide, a budapesti növendékeimet ide, zeneakadémiai növendékeimet ide Pécsre énekelni, megmutathatom őket a közönségnek, és a közönséget nekik, és ezt a gyönyörű házat nekik lehetőséget adó, hogy fölmenjenek a színpadra. Ez, és hát a színház csinálása, mint olyan,
az rendkívül lefoglal, jövőre a Macbethet fogjuk csinálni, azt én fogom rendezni, most már azzal foglalkozom, hogy egy év múlva milyen lesz a Macbeth magával a darabbal. Ez leköti minden napomat, tehát gyakorlatilag nem hiányzik nekem az, hogy most úristen, nekem most gyorsan énekelni kell valami, nem érzem ezt a kényszert, hogy nekem most énekelni kell valami. Ugye most mondja, hogy jövőre Macbeth, de hát az elmúlt évadokban is, mióta zenei igazgató itt a színházban, az opera tagozat vezetője, hát azért sok-sok minden megszületett ezen a színpadon. Van egyébként ebben a műsor politikában egy esetleg olyan megfontolás, hogy az ember mondjuk a kedvenceit próbálja, vagy mi szerint alakultak itt a premierek? Nem igazán a kedvenceimet, ebben volt olyan is természetesen, amit én is énekeltem, de nem, én azt gondolom, hogy egy zeneigazgató dolga nem az, hogy a saját kedvenceit mutassa meg a közönségnek, hanem az, hogy egy olyan a lehetőségeken belül egy olyan műsorpolitikát állítson össze, amivel a legszélesebb palettát tudja rányitni a közönségnek, megmutatni, hogy mire képes a színház, új embereket hozzon, így hát ezért csináltuk például a Falstaffot, amit nagyon-nagyon nagy, nem is tudom mikor ment, régen ment, ezért csináltuk a Rómeó és Júliát, ami nem is tudom, hogy mik egyáltalán ment-e, a Don Giovannit, ami nagyon régen ment, a Macbeth szerintem még nem is ment, és hát olyan darabokat, amik ugyan csodálatos zenék, és a közönség ismeri is őket, de mégis újat tud valamilyen módon nyújtani. Nagyon nagy vágyam volna most a következő 5 évben, amíg itt színházat csinálunk, hogy valamilyen módon a pécsi közönséget a Richard Strauss rózsalovagáig el tudjam kicsit kalauzolni. Ez a csodálatos, remek mű, és valami hihetetlen muzsika, és csodálatos énekelni való. Tehát úgy érzem, hogy nem feltétlen az a kötelessége egy zeneigazgatónak, hogy a már egymilliószor hallott és evidens módon nagyon népszerű operákat megmutassa. Mert azokat nagyon sokszor hallottuk, mindenki ismeri, és nagyon szeretjük, nincs is vele semmi baj, de rengeteg nagyon szerethető darab van még, és azt hiszem, hogy a közönséget is, ha erre felé nyitjuk, akkor ők kapnak valami pluszt az életükhöz. Ilyen tulajdonképpen az idei bemutató, hogy a Paraszt becsület mellett a H. János Faragó Béla egyfelvonásosát bemutattuk, ami egy Magyarország ős bemutató. Egy parafrázisa tulajdonképpen a Paraszt becsületnek, és hát úgy érzem, hogy hihetetlenül jól sikerült, és majdnem, sőt, hát nem is majdnem, nagyobb sikere volt, mint a Paraszt becsületnek. Tehát pedig mai zene, csak a Béla olyan zenét írt, amit azonnal érez, és ért, és szeret az ember, és ugyanakkor mégis jó, és mégis modern, hogyha ezt a nem ide való kifejezést használhatjuk. És föl tudunk mutatni egy olyan színfoltot, egy olyan produkciót a pécsi közönségnek, amit biztos, hogy itt nem láttak még. Tehát én azt gondolom, hogy erre felé kell menni. Tehát nem feltétlenül a Traviátát szeretném játszani, vagy a bohém életet, hát azt mindenki tudja, mindenki ismeri, valami újat szeretnék. Ezért esett a választás a Macbethre, ami hát a három Shakespeare Verdi opera közül az egyik legvarázslatosabb, az Otello, a Falstaff és a Macbeth, ugye, ami Shakespeare műre született zene, és olyan titkok és olyan varázslatok vannak benne, amihez ugyan a közönség kell, hogy használja a fejét, az intellektusát, esetleg utána is olvashat egy picit, és mégis zseniális, fenomenális zenét kap. Szerintem ez az irányom erre, azt az operát vinni kell. Ugye itt megemlítettük az egy pohár vizet, most ehhez kapcsolódva, ugye hát korábban volt ez a beavató opera sorozat. Meg most hát folytatjuk is majd. Igen, tehát hogy sok mindent tett ön már azért, hogy az operát népszerűsítse meg a fiatalság köreibe is bevezessen. Na most hát azért azt gondolom, hogy ez is egy lépés, ez az egy pohár víz, hogy egy ilyen modern nyelvezetű, a mai emberhez közel álló téma jelenik meg operában, hogy akkor erre lesz-e esetleg folytatás? Vagy, én nagyon vagy, szeretném. Hát vagy nagyon... mi lenne a megoldás egyáltalán arra, hogy az operát azt tényleg közel hozni az emberekhez, mert mostoha helyzetben van még mindig. Hát mostoha, igen, hogyha kérdés, hogy honnan nézzük, hogy mostoha-e vagy sem. Onnan is nézhetjük, hogy az opera az egy drága műfaj, tehát minden színházban, ahol operát játszanak,
oda jó volna egy kicsivel több pénz. Hát hol van olyan terület, ahova nem jó, ha több pénz megy. Persze, hogy jó, ha több pénz megy, de az opera rendkívül drága műfaj. Fogjuk folytatni a beavató színházi előadásokat a Pécsi Operaért Alapítvánnyal, ami most éppen 5 éves, pályázatokat nyertünk most, úgyhogy ezt mindenképpen fogjuk folytatni, hogy a gyerekeknek megmutassuk azt, hogy milyen egy élő énekes, amikor ott áll valaki, és megmutatja, hogy hogy kell énekelni, és megmutatja azt, hogy ez a zene miről szól, az a dallam miért olyan, az a ritmus miért olyan, a szöveg miért olyan, hogy kapcsolódik a kettő egymás. Ez nagyon izgalmas lenni. Hát erre most lehetőség nyílt, éppen most kaptam egy értesítést arról, hogy az alapítvány nyert egy kis pénzt, tehát fogjuk tudni folytatni. Ez az egyik legfontosabb tevékenység, amit itt most végezni tudok, azon túl, hogy a zene igazgatói feladatokat ellátom. Tehát én azt hiszem, hogy a jövő generációja, ez sokszor elmondott, hallott bombó, hogy a jövő generációja meg. De valóban azt hiszem, hogy ha ezek a fiatal gyerekeknek nem is az iskolában, már az óvodában kellene a valódi értékekkel, a komoly zene, a művészet, az emberi humánum és az emberi szellem komoly értékeivel foglalkozni. Játékos módon így, úgy, amúgy, ez egy szakma, amelyik ezt a gyerekeknek oda tudja tálalni, úgyhogy fogyasztható is legyen, ez szakemberek dolga. Én úgy érzem, hogy nem feltétlenül a színháznak a dolga ez, hogy a gyerekeket bevezesse. A színháznak az volna a dolga, hogy a művészetekbe és az értékek világába bevezetett fiatal gyereknek megmutassa a produkciót. De a bevezetés dolga az elsősorban az oktatási rendszeré kéne, hogy legyen szerintem, illetve valamennyire az is. Csak szerintem még többen és többet, és még intenzívebben, és még jobban kellene csinálni. Ugye ez a pályafutáshoz, ami mondjuk nem feltétlenül a művészi, de hogy egy művészember az miért dönt úgy egy adott pillanatban, hogy ő neki hát be kell kapcsolódni a politikai áramlásba. Tehát mi volt az önnél, ami miatt azt mondta, hogy elindulok annó országgyűlési választásokon? Én azt hiszem, hogy a polisszal, tehát a közösséggel, amiben él egy ember, ez a színház ugyanolyan. Az is a maga nemében egyfajta politizálás, idézőjelbeti, hogy az ember egy közösséget vezet. Annak az életében részt venni én szerintem megtiszteltetés és öröm. Az, hogy a választókerületem, mert tulajdonképpen a frakciónak, amelyikben a Fidesz frakcióban, ahol ültem, a második legtöbb szavazatot hoztam. Engem aztán egy képviselőtársam előzött meg 100-200 szavazattal. Ez azt jelenti, hogy abban a 16 település, azon a 16 településen, ahol, amelyik között én is éltem, ott az emberek valamire tartottak engem, vagy alkalmasnak ítéltek. Ez egy feladat, amit el kellett végezni, és úgy érzem, hogy nem is végeztem nagyon rosszul. Tehát én attól, hogy az, hogy ma a politikáról általában véve egy embernek, egy polgárnak, egy ma élő szavazónak, átlag szavazónak, csúnya ez a szó, hogy átlag, de kénytelen vagyok kimondani, mi a véleménye, az sokszor lesújtó, de nem mindig a politika tehet róla, hogy lesújtó a véleménye. Én azt gondolom, hogy a politika az egy olyan szakma, amit végeznek jól-rosszul. Az, hogy lesújtó és rossz a véleménye, az nagyon sokszor az illető szavazónak a vétke, vagy ő okozza, mert tájékozatlan, nagyon sokszor tájékozatlanak az emberek. Tehát nekem rengeteg tapasztalatom volt arról, hogy különböző lakossági fórumokon milyen kérdéseket tudtak feltenni az emberek, és hogy hogyan. És akkor az ember úgy egy kicsit elcsodálkozik, hogy ezt nem lehet érteni, hiszen éjjel-nappal ezt üvölti a rádió, az újság, a sajtó, akkor hogy lehet föltenni egy kérdést, hogy az ég miért piros, amikor mindenki látja, hogy kék, de neki piros. Tehát nagyon most egy ilyen 10-20-25 évet éltünk ebben a politikai változó rendszerben, amiben a rendszerváltás óta élünk. Én azt hiszem, hogy ez egy tulajdonképpen természetes folyamat, hogy eljusson egy társadalom egy olyan kipróbált
több száz éves demokráciáig, amire azért van példa Európában, ahol másképpen működnek a dolgok. Nekünk ez a történelem jutott, hogy most ezt mi elkezdtünk egy ilyen utat, és majd ez kiforr majd, és meg lesz mindennek a helye, de még egyszer a kérdésre visszatérve, hogy mit adott nekem, munkát adott, olyan munkát adott, amiben nagyon sokszor nagyon jól éreztem magam, vagy például tehát az, hogy mondok egy példát. Volt egy választóm, aki megnyerte a pert az egyik önkormányzattal szemben, és több millió forint ott kellett volna, hogy az önkormányzat kifizessen az ő részére, de nem fizette ki. És akkor húzták, halasztották, és már bírósági határozat, már minden megvolt, már a kötelezvény, hogy az önkormányzatnak fizetni kell, már mi, és mindig nem fizették ki. És erre az illető azt mondta nekem, hogy hát próbálj meg neki ebbe segíteni. Mondtam, nézze, ez eléggé privát ügy, és hogyha bírósági szakaszban meg ilyesmi, akkor én ebben nem szólhatok bele, mert független bíróság, stb. Nem, de már nincs, már több fellebezési lehetőség, és nem tudnak mit csinálni. És akkor írtam egy levelet megfelelő helyre a bírónőnek, aki hozta az ítélet, és megkértem, hogy hát próbálna meg odahatni, hogy mégis teljesítse a törvényben előírt kötelezettségét az önkormányzat. És aztán végül teljesítette, és ez az ember megkapta kamatostul a pénzét. Tehát ezt elvégeztem a munkámat. Vagy bármi, amikor egy öreg otthonba el tudtam intézni azt, hogy legyen lift az öregeknek. Vagy ezek apró dolgoknak tűnnek, ugyanakkor ahhoz a komfortérzéshez, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a településén, ahol él, ez nagyban hozzájárul. És azt gondolom, hogy ez nekem sikerélményt adott. Mellett a bizottsági munka, a kulturális bizottsági munka, ahol azzal foglalkozhattam, amihez igazán értek. Tehát én nem érzem ezt annyira eltávolodásnak. Ráadásul közben végig énekeltem, meg dolgoztam, meg tanítottam, mert a szakmámat nem hagytam abba. Ezt sokan megkérdezték, és el is hiszem, hogy nehéz megérteni sokszor, amikor annyi minden tapad a politikára, ami aztán ezek a tapadványok az embereket eltaszítják a közgondolkodástól, tehát az együtt való közgondolkodástól. Hogy ez miért ilyen, ez valószínűleg sokszor a stílus miatt, sokszor az értetlenség miatt, pro és kontra, tehát, de ez az életemnek egy szakasza volt, amit egyáltalán nem bánok, és nem gondolom azt, hogy én ettől rosszabb lettem, az se, hogy jobb, az vagyok, aki vagyok, és csináltam úgy, ahogy tudtam. És miért lépett el az aktív politikai élettől? Mert úgy érzem, hogy két ciklus, 8 év pontosan elég volt. Tehát pontosan elég volt. Itt kaptam tényleg ezt a csodálatos feladatot, hogy egy nemzeti intézmény egyik igazgatója lehetek, és szorosan foglalkozhatok a fiatalokkal, a művészekkel, a színházzal, a tanítással, a zenével. És én tulajdonképpen éreztem akkor, hogy az éneklés nekem előbb-utóbb abba kell hagynom. És nagyon szerettem volna a szakmámban, amíg a jó Isten erőt ad, meg időt ad, addig a szakmámban, ami a muzsikálás és a színház és a tanítás, abban dolgozni, és úgy éreztem, hogy ezt meg kell ragadni, ezt a lehetőséget, és vissza kell mennem, illetve nem vissza, mert nem mentem el tőle, közben én dolgoztam, mint mondtam, csak hogy most koncentráltan ezzel kell foglalkozni, és úgy érzem, hogy az elmúlt 5 év az engem vagy minket igazol, mert azért itt voltak olyan eredmények, ha csak a tavalyi évet nézem a 75 opera előadással, hogy nem produkált ilyet egyetlen vidéki színház sem, egyetlen egy sem. Általában 15-öt, 16-ot játszanak. Mi 73-at vagy 74-et játszottunk. Ez egy nagyon nagy dolog. Beleértve az alapítványi előadásokat, az utazó előadásokat, a beavató színház, ez egy... És úgy érzem, hogy ez most nagyon jó irányba megy. Ezért úgy gondolom, hogy jól döntöttem, amikor azt mondtam, hogy most lépünk, és most csak ezt csinálom. Végül még annyit, hogy ha meg tudja fogalmazni azt, hogy ezen a pályán mi segítette végig, vagy mi volt az a gondolat, ami mindig vezérelte önt, mi volt a cél, vagy nem tudom. Nem volt célom, soha. Tehát a célnak olyan célom, hogy én vagy most mondjuk arcpoétika. Mi volt az arcpoétika, ami vezérelte? Hát van egy fontos dolog, de ez nem csak a zenére vonatkozik. Ugyanúgy vonatkozik a politikára, vagy a politikusra, vagy egy orvosra, vagy egy mérnökre. Szóval az Ady Endre azt mondja, hogy vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfog, titok, idegenség, lidérces, messzefény. Minden ember fenség. Abban az értelemben, hogy minden ember
aki ezen a földgolyón él, kapott valamit a teremtőtől, valamit kapott. Lehet, hogy azt kapta, hogy nagyon szép cipőfelső részt tud készíteni, lehet az, hogy szépen tud énekelni, a másik az, hogy nagyon jól tud szívet operálni, a harmadik házat tervezni, a negyedik gépeket javítani, ez mind adomány. A képesség az mindig egy adomány a teremtőtől, a jó Istentől, a sorstól, kinek kedve szerint válasz, aki a megfelelő szót, hogy kitől adomány ez. Az a lehet leszámolni. Azt vissza kell adni. Tehát az nem lehet, hogy kapok valamit és csak használom, és nem adok belőle vissza. Az embereken keresztül, akiket segítek föltolni a színpadra, megtanítok valamire, egy jó produkciót létre tudunk hozni. Ezzel én az embereken keresztül visszaadom a teremtőnek, a jó Istennek azt az adottságot, amivel ő engem megáldott. Nekem ez a legfontosabb. Én nem azt nézem, hogy most Úristen, most még kapok-e 6 Kossuth díjat, vagy nem tudom én mit, hanem az, hogy ezt a munkát elvégezhessem, amíg tudom csinálni, hogy ezt vissza kell adni. Ezzel el kell majd számolni, amikor az ember ott áll az ítéletnapi harsonák előtt, és megkérdezik tőle, hogy akkor na barátom, ezt adtam neked, akkor most te mit végeztél? És akkor én nem szeretnék oda üres kézzel állni. És miután kos természetű vagyok, megyek is, mint a buldózer, és török zúzok, ahol már idézőjelbe téve magam körül. Azt hiszem, ez a legfontosabb. Hát azt hiszem, hogy ez egy jó zárszó is így a végére. Az időnk lejárt sajnos, de köszönöm szépen, hogy köszönöm. Időt szakított ránk, és erőt és további jó egészséget kívánunk a további munkákhoz, és a nézőknek is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra!